Érdi Mári 98-ban született. Iskolai szakkörben vitorlázott először 13 évesen, és ott ragadt. 14 évesen kezdett versenyezni, és 3 évre rá már Newportban a világbajnokságon állt rajthoz Bite C2-es kajóosztályban. Csak kvalifikációt szeretett volna szerezni, de megnyerte a világbajnoki címet. A Balaton felvidékről Füredre költözött a család, aztán Mária egyre többet járt ki edzeni Spanyolországba. 2014-ben lézerradiál hajóosztályban is világbajnok lett, aztán 2015-ben Európa-bajnok is. 2013 óta minden évben elnyeri az év magyar vitorlázója címet. Érdi Mári már itt is van velünk, szia! Sziasztok! Na hát te is azon a bizonyos optimisten tanultál vitorlázni az általános iskolai szakkörben? Igen, én is optimizmen kezdtem el, de ugye általában elkezdenek versenyezni is benne a gyerekek, de én csak a lézer négyzetesben kezdtem el a versenyzést is. Na most ugye, aki nem ért a vitorlázáshoz, itt azért a hajóosztályok csak így repkednek ezek néz rám, a... Nem, mi, akik nem értünk a vitorlázáshoz, ugye repkednek az, hogy lézer, radiál, Bite C2, optimist. Tehát ugye például Bite C2-ben érted az első ifi világbajnoki címedet, aztán most már lézer, radiálban mész. Mi az igazi különbség ezek között, a hajók között, hogyha össze lehet foglalni? Én igazából a Bite C2 nevű hajóosztályban azért vitorláztam, mert ez volt az ifjúsági olimpián a hajó, amiben be kellett ülni, és ugye megkérdezte az edzőm, hogy Mári, nem szeretnél megpróbálni kvalifikálni a ifjúsági olimpiára, és akkor mondtam, hogy de, és elkezdtem vitorlázni ebben a hajóban, és ugye Newportban volt az USA-ban a kvalifikációs világbajnokság, és mindenkinek a nagy meglepetésére sikerült ezt megnyernem, de ez a hajóosztály ez mindig csak ilyen kitérő volt, úgyhogy mindig, hogyha mentünk egy EB-re vagy VB-re, akkor néhány héttel előtte ültünk vissza abba a hajóba a lézerből, mert igazából nagyon hasonlítanak egymáshoz a két hajó. Mind a kettő egy személyes, egy vitorlája van, úgyhogy ilyen apró különbségek vannak, úgymond, amihez hozzá kell szoknod. De azért ez is egy nagyon-nagyon pici hajó, én most ezt megnéztem, és gyakorlatilag olyan, mintha egy óriás szörfdeszkán vitorláznál, és állandóan a vízben vagy, tehát nem azt a fajta vitorlázást kell nyilván elképzelni, mondjuk én is űzök, hogy kifekszem, és akkor csak a bumnál kell, hogy a fejemet ne verjem be, de hogy ilyenkor neked azért van időd így nézelődni, vagy elkalandozni, vagy bármi máson gondolkodni, vagy tényleg maximális odafigyelést és energiabefektetést igényel? Hogyha kis szél van, akkor igazából el tudunk nézelődni, de én, hogyha kimegyek vitorlázni egy lézerrel, akkor azért megyek ki, hogy jobb legyek, és mindent szeretnék jobban csinálni, és azért megyek ki, hogy fejlődjek, úgyhogy hogyha kimegyek vitorlázni a hajómmal, akkor nem nagyon fordul elő, hogy én nézelődök körbe-körbe, meg igazából ott vannak a jó edzőpartnerek mellettem, és hogyha nem figyelek oda, akkor ott hagynak egy pillanat alatt, úgyhogy nem nagyon szoktam nézelődni. De idén már mi is beszámoltunk, pont itt beszélgettünk az A38 hajón a Lézer Radiál IFI EB-ről, ahol te is ott voltál díszvendégként, ugye ezt megnyerted 13-ban, 14-ben, 15-ben. Most milyen célokat fogalmaznál meg most, hogy így már azért, nyilván még itt vannak a korosztályos versenyek, U21, de azért rendszeresen indulsz, és már nem most kezdted a felnőttek között is a versenyzést. Tehát adódik a kérdés, hogy mi most a cél? Igen, idén még indulhatnék U21-es versenyeken, de már nem indulok, mert a fő fókusz az a világbajnokságon van, ami augusztusban lesz Dániában, és azért nagyon fontos ez a verseny, mert ez az első lehetőség arra, hogy kvalifikáljunk Tokióra, az olimpiára, és ezért az edzőmmel úgy döntöttünk az év elején, hogy ez a verseny a legfontosabb verseny idén, és mindent alárendelünk ennek, és az U21-es világbajnokság az elég közel lett volna ez a versenyhez, és ezért én úgy döntöttem, hogy ugye megnyertem tavaly az U21-es világbajnokságot, hogyha idén mennék, akkor is az lenne a célom, hogy nyerjek, de sokkal jobban örülnék annak, hogyha a felnőtt világbajnokságban jó helyezést érnék el. Az mit jelent egyébként? Mi kell a kvalifikációhoz? A kvalifikációhoz az kell, hogy az első 19 nemzetben benne legyek, és akkor kvalifikálom az országot. De nekem nem ez a célom, úgymond nem a kvótaszerzés a célom, hanem nagyon örülnék annak, hogyha az első 5-ben tudnék végezni a felnőtt VB-n. Azért azt gondolom, hogy a Balaton és a tenger között nyilván óriási különbségek vannak. Mennyire volt neked balatoni lányként nehéz átállni a tengerre?
Amikor először vitorláztam tengeren, akkor az volt a legmeglepőbb, hogy így, ugye az arcomba csapott az első hullám, és sós volt a víz, de igazából ami nagyon különbözik a Balatonhoz képest, az az, hogy nagyok a hullámok, és a szél az nem annyira forgolódik általában, és ehhez szerintem egész gyorsan hozzá lehet szokni, szerintem ilyen 2 hét kell, és utána mindenki el tud vitorlázgatni tengeren is, hogyha azelőtt csak a Balatonon vitorlázott. Ez ugye sok sportban elég nagy a különbség, amikor a korosztályos versenyben a felnőtt mezőnybe kerül az ember, mondjuk főleg ahol számít a fizikai erő is, részben a vitorlázásban is számít. Mennyire nehéz az átállás? Elég kemény az átállás, de szerencsére én már nagyon fiatalon elkezdtem járni a felnőtt versenyekre, és láttam azt, hogy hova kell fejlődnöm, és soha nem volt az, hogy hú, én vagyok a király az ifi mezőnyben, és akkor megjött a pofon, amikor elkezdtem felnőttekkel vitorlázni. Ami nekem nehéz volt, az ez a nagy szeles vitorlázás, ugye, mert ahhoz kell a nagyobb súly, meg az, hogy erősebb legyél, meg ugye az a plusz 10-15 év tapasztalat, ami azoknak a versenyzőknek van, azt ugye nehéz azzal, nehéz őket utolérni, ugye ott vannak a rajtvonalon, ők tudják, hogy valószínűleg most mi fog történni, és te már hogyha rád kiabálnak, akkor is nagyon könnyen el tudnak bizonytalanítani. Nyilván ez a tapasztalat része, amit nem lehet megspórolni. De igen, nagyon remélem már, hogy most már nem pofon fog jönni, hanem egy kvalifikáció, egy kvóta, és hát azon belül is az az eredmény, amit remélsz magadnak. Köszönjük sok szépen, hogy itt voltál. Sok sikert kívánunk neked!